A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Itt a fehérvári beszélgetések, köszöntök mindenkit, Séda Zoltán vagyok. Lehetett olvasni az interneten nagyon sok helyen, hogy egy magyar és egy cseh cég minden túlzás nélkül egy giga beruházást hoz létre az Egyesült Arab Emírségekben, és ebben beruházás keretén belül egy luxus szállodát építenek. Egy olyan szállodát építenek, amely a lehető legmodernebb technikai vívmányokat tartalmazza, sőt több esetben olyan unikális megoldásokat, amelyek tényleg a világon nagyon-nagyon ritkán vagy egyáltalán nem léteznek, és már mondtam, ez egy magyar és egy cseh cég. És ennek a magyar és a cseh cégnek az ügyvezetője, ráadásul egy fehérvári fiatalember, Hegyvári Bálint. Köszöntelek a stúdióban, szia! Szia! Üdvözlöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt vagy velünk. Ugye most van egy eléggé, hát ilyen pervers gazdasági, energiapiaci helyzet, konkrétan túl vagyunk a Covidon, ami érintette hát kisebb túlzással az egész világot, ez a helyzet meg Európát, de Magyarországot, Csehországot, érinti azért rendesen. Biztos, hogy találkoztatok már azzal a mondattal, felkiáltással, kérdéssel, hogy ti normálisak vagytok, hogy ebben a helyzetben egy ilyen gigaberuházást csináltok? Igen, találkoztunk ezzel a kérdéssel, és ez egy nagyon jó kérdés. Itt azt szoktam mondani, hogy nem tudjuk összehasonlítani a magyar, illetve az európai piacot, illetve a kintit, mondjuk az emirátusokat, ahol építkezünk. Tehát pontosan ezek miatt, a dolgok miatt választottuk ezt a helyet, ahol a projektünket végig fogjuk vinni. Tehát ez a Ras Al Khaimah és maga az emirátusok a világ egyik legbiztonságosabb helye, nincsen infláció, illetve nagyon alacsonyan tartják. Nagyon sok olyan egyéb pozitív jelzőt tudok még mondani, ami hozzánk képest, mi nem tudjuk itt elfogadni, felfogni azokat a dolgokat, amik ott kint vannak. És nagyon jó helyen, nagyon jó időben vásároltuk meg ezt az ingatlant, és ott fejlesztjük most a következő hotel szálloda komplexumunkat. Beszélünk majd erről természetesen, hogy helyezkedik el, mert ez is egy unikális dolog, és egy nagyon különleges dolog. Igen, szerettük volna, hogy más legyen. Ez más is lesz valóban, én már olvastam erről rengeteget, meg beszélgettünk erről a Vörösmarty Rádióban, itt a Fehérvár TV-ben még nem. A másik kérdésem az lenne, én még nem voltam ilyen térségben, de hogy fogadtak benneteket? Azért kérdezem ezt, mert amit én látok a különböző, mondjuk így, ismeretterjesztő csatornákon, hogy ott sejkek, olajmágnások építkeznek, több kilométeres épületeket húznak fel olyan technikával, ami mi csak ámulunk, bámulunk, és pont ez erre irányul a kérdés, hogy tényleg mi azt gondoljuk, hogy ott csak ők építkeznek, hogy csak ők mondjuk idézőjelben jogosultak arra ebben a mondjuk így zárt világban, ami számunkra külső szemlélő által kiderül. És akkor hogy tudtatok ti ott tényleg érvényesülni, erre vonatkozik a kérdés, hogy mennyire fogadtak be benneteket, hogy egy magyar és egy cseh cég is tud ilyet létesíteni? Igen, ez egy zárt világ. Tehát, hogyha most például most az Arab Emirátusok mellett a Szaúd-Arábiát nézzük, ez most nyitotta meg a kapuit például két évvel ezelőtt. Pont most hallgattam róla egy podcastet, és az Arab Emirátusok már nagyon régóta, tehát az elmúlt 10-15 évben azon dolgozik, hogy itt a gáz és az olajbevételek mellett a turizmus, illetve a vállalkozásokat is oda hívják, hiszen ők szeretnének a világ közepe lenni, berakni a magukat a térképre, hogy ők legyenek központ, ők legyenek a híd igazából minden ország közé, és emiatt is igazából tárt karokkal várnak minket, hiszen Ras Al Khaimah-t, hogyha megnézzük, oda mondjuk most idén 1,2 millió ember ment nyaralni, 2025-ig, 2030-ig több mint 5 millió embert szeretnének látni, akik mint turista jön. És ehhez kellenek azok a cégek, azok a fejlesztők, akik oda mennek és hotelt építenek, hiszen most is 80-90% fölött van az éjszakák, a kiadott a szállodaszobák száma. És ez nagyon magas, és ezért is kell még több szálloda. Azt gondoltam, azért kérdeztem, mert hogy akkor mondhatnám azt, hogy megtartják maguknak a piacot, külföldieket nem engedünk be, és akkor mi magunknak megtartjuk az egészet konkrétan. Ez is lehetne, igen, értelemszerűen. De hogyha mi itt most például magyar és cseh, vagy illetve szlovák embereknek értékesítünk akár mondjuk ingatlanokat ebben a szállodában, és ők is, illetve tudom nagyon jó több magyar
ügyféllel, partnerrel beszélgetek, akik már ugye mennek oda, tehát látták, ők is látták a hirdetést, hogy miért menjünk Európába, vagy Európán kívül mondjuk Észak-Afrikába, vagy valahová olyan helyre nyaralni, miért nem menjünk egy olyan helyre, ahol még nem voltunk. És ott mondjuk 340 nap az napos, most van a szezon, gyönyörű szép idő van, most voltunk kint 2 hete például, tehát hogy most is ugye 25 fokos a tenger, és a Rásakányban például több olyan lehetőség is van, ami lehet nyaralni, és például a tengerpart, ott vannak a legszebb tengerpartok. Most szilveszterkor a legnagyobb drónshow volt, illetve a leghosszabb tűzijáték, és 2 Guinness rekordot is megdöntöttek ott az Almarzsán szigeten, ahol épül a szállodánk. Na maradjunk ennél a témánál. Milyen ott kint az élet? Aki még nem volt kint, és ugye csak, mint mondtam, ugye tévében látta, rengeteg műsor szól erről, rengeteg csatornán, hogy bemutatják tényleg azt a Dolce Vitát, azt a fényűző életet, ami ott van kint. Milyen ott az élet? Milyenek a nyarak hőmérséklet kapcsán? Milyenek a telek? Hogy élnek ott az emberek? Nagyon jól. Én úgy látom. Tehát hogy azért ne felejtsük el, hogy mondjuk, hogy nézzük először is Dubajt, tehát a magyar emberek, az európai emberek nagy részt Dubajig látnak, illetve ha csak Dubajt nézzük, az egy pörgős élet. Tehát hogyha oda kimegy az ember, látja már azt a fényűző életszínvonalat, minden, már magán a reptéren is. Mindenhol ki van írva, hogy milyen büszkék arra, hogy hány ember jön ide. Tehát ha az expatokat nézzük, ezek a külföldiek, akik már ott élnek, ez 9 millió ember, és mondjuk 1 millió ember, aki helyi. Tehát 90% az ott élő embereknek az külföldi. De ott él életvitelszerűen, vagyis az üzlete is ott van legalább. Ők nagyon jól élnek. Tehát nincs igazából középosztály. A magas, nagyon magas életszínvonal, illetve a nagyon alacsony. Ez a kettő van. És hogyha Rásakányt nézzük, az mondjuk igazából Dubajhoz képest a turizmus. Tehát oda mennek az összes emirátusokba is, például oda megy mindenki nyaralni, és látható a számokon is. Van egy ilyen, a Colliers készítette a mi megvalósíthatósági tanulmányunkat, ebben vannak ezek a kulcsfontosságú pontok leírva, hogy hány ember jön igazából oda nyaralni. Ugye ez nagyon fontos a szálloda üzletben, hogy lássuk, persze, hogy van-e létjogos. Van-e piaca konkrétan? Van, pontosan, persze, a projektünknek, igen, igen. Uh-huh. Mondtad, hogy van a nagyon-nagyon magas osztály, tehát akik tényleg ilyen elképesztő, tehát mondtam, Lamborghinivel mennek WC-re, meg reggelizni, igen, konkrétan, meg gondolom, akkor vannak vendégmunkások is, szép száma, de gondolom, igen, ők is azért megkeresik a magukét elég szépen. Igen, igen, igen. Hát dolgoznak keményen, az tény. És nagy részt azért volt ilyen kérdés is például, hogy mennyire a munkaerő, tehát hogy ott van munkaerő, oda jönnek, oda szívesen mennek dolgozni. Tehát én ott nem láttam azt a problémát, hogy mondjuk nem tudnak felvenni az embereket dolgozni. Egy-két helyen azért lehet hallani, de oda azért sokkal többen mennek, és ott szívesen is vállalnak munkát. Azért persze olyan emberekről beszélünk, akik ezeket a munkát végzik, akik nagyon, tehát Indiából jöttek, ugye olyan szegény helyzetből jöttek, amik nekik ez álom. Nekik ez Kánoán. Igen, tehát elképzelni azt, hogy utána ők le tudnak menni a tengerpartra. Azért ezt, és ezeket elküldeni az otthoni családjuknak, ők nem engedhetik meg maguknak ezt. De teljesen más életszínvonalon élnek, még akkor is, hogyha mondhatni a nehezebb munkát végzik. Beszélgettünk mi már erről a témáról a Vörösmarty Rádióban Jó reggelt Fehérvár című műsoromban. Mondtad, hogy a nyarak viszont olyan elképesztő melegek, hogy szinte kibírhatatlan kategória, és akkor ezek az emberek vagy otthon vannak, vagy plázáznak, de a plázák sem olyan léptékűek, mint mondjuk itt Magyarországon, hanem hát jóval nagyobb. Sokkal nagyobb. Tehát csak saját példát említve, itt voltunk a MOL-ban, nagy MOL, a Dubai MOL-ban például, ott azért 8 emelet, csak a parkolószint, és most már olyan applikáció van. Parkolószint 8 emeletes. 8 emeletes, és mondom, voltam az Arena Plázában, ahol látod, hogy amikor elfordulsz, és ott látod, hogy végig. Hát amit a Giga Abszolút Magyarországon. Na, most ezt képzeld el, 2-szer ekkora, vagy 3-szer ekkora területen, és 8 emeletként. Elképesztő. Nagyon durva. És mit vannak benne? És minden. Tehát a legnagyobb, igazából bármit el tudsz képzelni. Tehát oda bent maga a plázában cápák vannak, cápák húsznak a ráják mellett, mert lehet síelni. Tehát ez vagyunk 45 fokban, van sípája, a másik MOL-ban például van egy sípája, az nagyon brutál élmény volt tényleg, amikor 45 fok van odakint, és ugye kint mondjuk a parkolószintet azt nem hűtik. A plázákat nagyon, tehát ott meg lehet nagyon gyorsan is fázni, érdemes felöltözni, de amikor bemész oda, és így tudod, hogy odakint 45-50 fok van,
és majd ott az emberek kabátban állnak sorban, és mennek síelni, és látod, hogy hóangyalkát rajzol a kis gyerek. Szürreális egy picikét, nagyon, egyébként, nagyon, igen, szürreális. A hüttéből kihasznál egy olyan fogat. Igen, és ott néztem például ezt, hogy ezt így nem tudom elfogadni, az agyam nem fogadja. De fordítva is működik például, tehát amikor voltam kint az Álmázsian szigeten, van a turisztikai hivatal, és ott is hűtik a levegőt, hogy jó idő legyen odaben, és amikor kijöttem, akkor ugye, amikor a hüttébe bemész, akkor bepárásodik a szemüveget. Odakint fordítva volt, mert amikor kijöttem a hűtött teremből, akkor odakint ugye 45 fokban az Álmázsian szél bepárásodott a szemüveget. Tehát ugye egy fordítva. Persze. Most beszéljünk akkor a szállodáról. Ugye mondtam, bevezetőbb ez egy unikális, többféle dolog miatt. Eleve már az elhelyezkedése, mert azért ez nem az eleve szószoros értelmébe vett szárazföldön van, hanem ez egy mesterséges sziget. Ez egy mesterséges, van. Tehát ez konkrétan a tengerben létrehozott mesterséges szigeten helyezkedik majd el. Így van, pontosan. Tehát ez egy korál alakú, több szigetből álló igazából, ami össze van kötve. Itt fogjuk építeni magát a szállodát. Ez hasonló, mint a Pálma-szigetek. Tehát a Dubajban, amit a Pálma-szigeteket építették, azokat is mondjuk a Ras Al Khaimah homokból, illetve kőből építették föl. Tehát ez egy mesterséges sziget. És most tudtam meg például, hogy az kaszinót is azért engedélyezték, tehát mellettünk fog épülni egy 1000 szobás kaszinó, ami az első lesz az arab emirátusokban, és például azért engedélyezték ott, mert az nem a szent föld, hanem ez egy mesterséges sziget. Hát eleve, ugye most belegondolok, hogy egy mesterséges szigetet létrehozni, egy elképesztő technikai bravúr. Megnéztük azt, hogy a szálloda hol fog elhelyezkedni, tényleg mondtad egy mesterséges sziget. Most nézzük meg magát a szállodát, hogy fog kinézni a szálloda, milyen formája lesz, mik lesznek benne. A szálloda egy bumeráng alakú ingatlan lesz, és ebben igazából úgy alakítottuk ki, hogy a 70%-a a szobáknak, több mint a 70% az a tengerpartra nézzen. Mindegyik ingatlannak igazából lesz terasza, ahová ki lehet menni. Az élettel teli lobby lesz a fő központja az egésznek, tehát oda fog mindenki beérkezni magába az ingatlanba, és ez egy nyitott tér is lesz. Tehát oda kint az oázisban, kint látni fogják a beach bar, hozzátartozik a medence odakint, ami egy ilyen infinity poolnak hívják, nincs magyar megfelelő, ez az átlátszó, tehát így végtelen. Végtelenített medence? Igen, hiszen amikor benne vagy, akkor utána ugye a háttérben látszódik a tenger. Tehát hogy úgy van fotózva, hogy nem látszik, hogy egy kicsit magasabban van. Én van valahol egyébként még a világon, vagy ez mondjuk itt lesz csak? Van többféle. Például a Pálma-szigetről is lehet felülről látni, úgyhogy ugye a Pálma-szigetről az a tenger van mögötted. Meg voltam például a Dubajban az SLS Hotelnek a tetején, a 70. szinten van egy hasonló, az is ilyen üvegfalú, és fönn vagy, és látsz az egész város, hogy gyönyörű szép amúgy. Igen, mondja csak. És a maga a koncepció az tényleg, hogy egy ilyen élettel teli lobby lesz, ahol azért vannak olyan részek, hiszen az avokádó generációt szeretnénk elérni, ők azok, akik dolgoznak számítógépen, lejönnek, írnak két e-mail, dolgoznak egy kicsit, de el tudnak vonulni, akár kivonulnak a zöldbe, tehát a kinti pálmafá alá. És akkor ott dolgoznak. Ezek a digitális nomádok. Pontosan így van. És akkor utána igazából vissza tudnak jönni, amikor lezárták a laptopot, a telefonos applikáción keresztül már intézik a napi programjukat, hiszen ez is igazából lesz a hotelhez lesz egy applikációnk, amivel mindent tudsz kezelni. Tehát az, hogy az lesz a kulcsod is, tehát azzal tudsz bemenni az ingatlanba, utána ott tudod elintézni, hogy hova szeretnél elmenni. A Ras Al Khaimah-ban a legtöbb lehetőség van arra, hogy pihenjél, vagy aktívan szórakozzál. Uh-huh. Értem az alatt a jetskizést, a kitesurfinget, akár a búvárkodást, akár kimenni autóval, vagy bagival, vagy motorral a sivatagba, vagy tevegelni, vagy felmenni, akár kempingezni a hegyekbe, vagy csak túrázni. Tehát mondtad ezt a lobbit, ez magyarán mondjuk nevezzük aulának konkrétan, ez olyan lesz, hogyha jól értettem, mint egy pezsgőváros, mint ha belépnél egy városba konkrétan, és akkor ebben a városban itt tényleg találsz gondolom üzleteket, boltokat, mondtad ezt a helyet, ahol el lehet vonulni, pálmafák, tehát konkrétan egy nagy alapterületű, egy ilyen fedett város. Pontosan, igen, ez a cél. Fölötte lesznek a szobák, gondolom a szobák is külön VIP szobák, egyszerűbb szobák, vagy mindegyik szoba konkrétan olyan szoba lesz, ami moduláris blokkokból építjük az ingatlant. Ez azt jelenti, hogy mindegyik 49,6 négyzetméter lesz. Uh-huh. Egy év alatt fel tudjuk építeni a szállodát, ez a terv. Ez azt jelenti, hogy maga az aula, ott ugye nem lesz semmi tartó pillérek lesznek, illetve arra felhúzzuk a szintet, és onnantól kezdve, mint a Lego, rakjuk egymásra ezeket a moduláris blokkokat. Tehát mindegyik ingatlan ugyanakkora lesz, 49,6 négyzetméter. Uh-huh. És utána lesznek olyan a 7. illetve 8. emelet, egy 8 emeletes szállodát. Erről beszélünk, 4 csillag a szálláról. Az utolsó emeleten lesz egy penthouse a legtetején, nem egy, hanem 4 darab.
vagy kettő, igen. Ez ugye a 6 blokkból, vagy akár többből, ami egyben van nyitva, illetve a legutolsó előtti szinten pedig vagy egymás mellett, vagy alá fölé rendeltve lesz igazából 2 blokk, ami egyben van nyitva. Tehát ezek a családi nagyobb ingatlanok. Mondtad, hogy applikáció, ugye modern technika segítségével lehet ebben a szállodában létezni. Konkrétan gondolom, a cég akkor fejleszt egy applikációt, így és van, akkor pontosan. Ezzel tudsz mindent intézni, tehát mondtad a programokat, hogyha mit tudom, mondjuk szükséged van valamire a szobába, akkor nem lesz ott személyzet konkrétan applikáción keresztül? Csak ez nem egy recepción ülnek, tehát ilyen futó embereknek hívjuk, ilyen runner embereknek, akik szaladnak, úgymond viszik, kérsz egy szendvicset, vagy kérsz akár bármit az étteremből, akkor megfogják és felviszik neked a szobába. De ők a háttérben dolgoznak, ugyanúgy lesz takarító személyzet is. Tehát csak nem látszanak. Csak nem látszanak, így van. Tehát te vagy meg a szórakozás, illetve az, hogy pihenni, vagy szórakozni tudjál, ez legyen a fontos. Ne az, hogy papírmunka, nem kell recepció, ahol beállsz, ahol becsekkolsz, előveszed megint az útleveledet, már 100-szor megmutattad mindenkinek. Uh-huh. Utána ezek már minden ott van és vár téged. Uh-huh. Ugye felmerül a kérdés, ami elromolhat, el is romlik, és gondolom ezt is már megkaptad. Tehát mi van akkor, hogyha lemerül a telefonom, nem tudom, hol a töltő, elvesztem, vagy nehogy Isten, ellopják, vagy bármi beesik a vízbe a telefonom, akkor mi történik? Akkor megáll az élet? Gondolom, erre is van valami. Persze, opció. Mindenféleképpen. Tehát vannak, gondolom, 100%-osan még nem beszéltünk erről, illetve nincsen, nem ebben a státuszban van a projektünk, de én azt hallottam, hogy lesz akár egy iPad, amit ki tudsz bérelni, vagy akár mellette kapsz egy másikat, vagy kapsz egy chipkártyát, tehát erre mindegyikre van megoldás. Uh-huh. És ebben értelemszerűen azért minimálisan tájékoztatni kell az embereket akkor, mielőtt mondjuk bookingol, tehát amikor vásárol egy jegyet, hogy akkor mi fog történni. Uh-huh. Hova kell jönnie, vagy akár hogyan jön el, mert például az Amazon-szigeten nincsenek parkolók. És ez is volt nekünk a projekt, az első szakaszában volt egy probléma, amikor terveztük a parkoló szintet, hogy mivel moduláris blokkokból építkezünk, ezért nem kell -4-5 szintet építenünk, és nem is szerettünk volna, nem is akartuk, ezért inkább ez a lobby, amiről beszéltünk, az élettertéli lobby egy kicsit magasabb szinten lesz. Uh-huh. És emiatt egy szintet megyünk lejjebb, az lesz a parkoló szintünk, de az emberek, amikor megérkeznek, ők úgyis vagy fognak autót bérelni, bár aki az Almázsán-szigetre jön, ő ott is marad. Maximum elmegy egy-két helyre, persze. De azokra ugye van transfer, aki elviszi innen-oda. De azért, amikor ki elmész ott autóval, ott már az probléma, hogy autód van. És ugye nem is szeretnénk, hogy mindenki autóval jöjjön, mert azzal is ugye igazából csak használjuk a benzint, ami odakint van, és mi pont azt a történt, ez a fenntarthatóságot szeretnénk. Ne az legyen, hogy 4 kocsi szinten állnak az autók, és mindenki azzal közlekedik mindenhová, hanem akár transferbuszok vannak, illetve egyéb olyan megoldások, amivel az ökolábnyomunkat lejjebb tudjuk tartani. Tehát pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy te is marketing szakember vagy, hogy minden ilyen új beruházásnak, meg akár mondjuk bármilyen nagy világcég termékének, hogyha megnézzük a tévéreklámokat, és nagyon fontos legyen egy üzenet, egy olyan üzenet, ami a mostani kor számára nagyon fontos, ugye az ökolábnyom csökkentése, tehát hogy minél kevésbé szennyezzük a földet meg a környezetünket, ez egy fontos üzenet, és ugye az embereknek ez azért fontos, hogy propagáljátok, mert a vásárlók ezt meghálálják. Tehát, hogyha ilyet kitűzöl magad elé, minden felmérés mutatja, hogy akkor inkább azt a céget választják, aki zászlajára tűzte, mint persze, azt, aki esetleg nem foglalkozik ezzel. Ez nagyon fontos, és nem csak azért fontos, mert hogy ez az emberek ebben jobban hisznek, és jobban eladható a termék, hanem mi is ilyenek vagyunk. Uh-huh. Tehát mi dolgoztunk kint, Filipa az üzlettársam, akivel ezt az egész projektet. Ő a cseh. Így van, ő az egész tulajdonos, ő is kint volt Ázsiában, ő is látta azt, amit én például, hogy amikor az Észak-Kínai tengernél sétálunk a tengerbe, szeretnénk lemenni, és térdig él a szemét például. Uh-huh. És hozzáteszem, hogy mondjuk ezeket a termékeket utána bezúzzák, és ugye műanyag játékokat készítenek, és utána az európai piacot terítik vele, és utána megint akkor a szemét, amit ott lerakódott, az ide fog jönni. Uh-huh. Ezt látjuk, tudjuk, ezt nem akarjuk. Tehát, hogy mi nem ebben hiszünk. És mi abban hiszünk, hogy egy olyan fenntartható szállodát tudunk létrehozni, az Earth Hotels márka név alatt, ő a hotel operátorunk, akivel aláírtunk 20 évre, ők fogják kiadni az ingatlant. Olyan, mint az összes többi nagy brand, de ők mások. És ők ezt a koncepciót, ezt nagyon sok cég felvette velünk a kapcsolatot, hogy ők szeretnék majd menedzselni a szállodát, és az Earth Hotelsben láttuk azt, amivel mi mások lehetünk. És ez a más, ez pontosan ez a fenntarthatóság, az, hogy napelemektől elkezdve olyan technológia, amivel a párából ki tudjuk vonni a vizet, az esővizet, nem sok eső van, de azt is felhasználjuk. Mert odakint ugye maga a víz a kincs. Tehát ahol mi nálunk most például megint nő a benzinár, odakint ugye olcsó volt eddig, mint a víz,
Most, a víz drágább akkor a víz drágább, mint az maradjunk is ebben, igen. Tehát hogy az üzemanyag az olcsóbb, mint odakint a víz, hiszen odakint egy sivatagban vagyunk. És ez amúgy kihívás például, tehát odakint, ugye pont beszéltünk, voltunk, van egy ilyen üzleti tanács az Arab Emirátusok és Magyarország között, aminek a Preston alapvetően tagja is, és ott beszéltük, hogy is mondták is, hogy azért ott van 5 millió turista, és azt a 10-15 millió embert ezt etetni kell. És ez sivatagról beszélünk, ahol nem terem meg, nagyon kevés minden van, amit fel tudnak használni. Tehát sok mindent kell nekik ugye importálniuk, de ugye szeretnénk mi is attól függetlenül a helyi piacokról, mondjuk amik odakint vannak a gyümölcsöktől elkezdve, ez az életelteli lobbiba lesz egy ilyen piacszerűség, ahol oda megy az ember és levesz például, amit szeretne onnan. De pont ezt mondom, hogy egy piacot érdemes akkor egy ilyen marketet létesíteni oda, igen, konkrétan. Igen, igen. Mert ugye ez ott unikális, valóban, ugye nekünk nem, de nyilván abban a világban, a sivatag világban ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy igen, legyen. Igen, konkrétan. Tehát azért a sivatagban egy oázis létrehozni, az nem egy könnyű dolog, és azt fenn is kell tartani. És szeretnénk olyan megoldásokat használni, amivel minél kevésbé rongáljuk és teszük tönkre a környezetünket, hiszen neked is, nekem is van a gyerekeink, tudjuk, persze, hogy szeretnénk azt, hogy amit fenntart, amit magunk után adjunk, az számukra az olyan legyen. Persze. Lassan-lassan a műsor vége felé közeledünk, mondtad az applikációt meg a programokat, programokból gondolom Alfától Omegáig, tehát konkrétan igen, szinte igen. Minden a Miami van. Beach Bar, tehát a Miami-ból fog jönni az ügyvezető, aki a Beach Bar-et fogja, szeretnénk, volt terve az, hogy például az étteremnek lesz egy olyan része, ahol fél évente más szokás lesz, egy olyan embereket hívunk, akik ugye miattuk is eljönnek az emberek, tehát hogy pluszba. Folyamatosan lesznek különböző olyan programok maga a hotelen belül is, tehát akár jóga oktatás, vagy karate, vagy bármi kín ott a zöldben, ott az oázis részen, vagy akár kín a hegységbe felmenni, túrázni csoportosan. Tehát nagyon sok olyan programot szerveznek majd, ami szükséges, illetve kell is, illetve az ember, ez a társadalom, ez az avokádó generáció szereti is ezt. De főleg ugye az egészségre helyezve, pontosan, meg a környezetudatosságra helyezve, igen, ezek. Én is hozzáteszem, hogy azért te is, hogy bárki elmegy mondjuk egy hotelbe, tudja mindig, hogy mindig ugyanaz történik. Igen. Nekünk nem ez lesz a cél, hogy odajössz, ott állsz, igen, tehát hogy odajössz, és nem tudod, hogy éppen aznap mi lesz, de végignézed, hú, ez nagyon tetszik, ez is tetszik, mint egy fesztiválon. Akkor odamész, és lehet, hogy nem nézted meg előtte, mert egy-két nagy név miatt kimentél, de tudod, hogy még biztos lesz itt, még program, ott is lesz program, tehát hasonlót szeretnének az Earth Hotels, illetve mi is. Én szeretek mindig a néző meg a hallgató fejével gondolkodni. Hogyha ezt kívülről én nézném ezt a műsort, és nézném ezt a beszélgetést, akkor azt gondolom, de jó, fú, de megnézném, hát ez számomra elérhetetlen. Tehát ez biztos, hogy olyan sok pénzbe kerül, hogy kimenjek a családdal, kimenjek a párommal, ott eltöltsek pár napot, egy hetet, kimenjek oda nyaralni, telelni, tök mindegy, hogy nevezzük, hogy ez elképzelhetetlen, és mindent el kéne adni, és akkor mehetnék mondjuk a terület 20 méteres körzetében nagyjából. Hogy ez tényleg ilyen csillagászati felső 10 000-nek nem, lesz fenntartva, vagy nem. Sokan elérhetik? Nem, pont ez a lényeg, itt $150 átlag éjszakai ára számolunk, ez körülbelül 60 000 forint egy szobára. Per éjszaka. Így van, Dubajban 160 000 forint, hogyha magyar forintra átszámoljuk. Szerintem a Balatonon is hasonló árak vannak, mint Rassá Kájmában. Arról nem beszélve, hogy direkt járatok mennek akár a vízzelre például. Nem gondoltam volna egyébként, hogy ennyire, nyilván ezt csak ki kell fizetni, de hogy ennyire olcsó lesz, vagy viszonylagosan olcsó lesz konkrétan. Igen. Mikor készül el nagyjából? 2023 évvége, 2024 Q1-Q2-be szeretném megnyitni a szállodát. Tehát akkor nem is olyan sokára. Így van, dolgozunk rajta, minél hamarabb. Oké, hát legyen nagyon-nagyon sok siker benne, és akkor jó munkát kívánok neked is, meg a dolgozóknak is, hogy minél hamarabb meg tudjátok nyitni, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is, itt a fehérvári beszélgetésekben. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.